Én azt gondolom, hogy a jövőben ennek az erdőgazdálkodási megközelítésnek szerepe lesz az erdeink védelmében, úgyhogy ez a folyamat és ez az alkalom számunkra öröm. Hogyha rangsorolni kellene mondjuk feladatok között, hogy bent ügyintézni kell, ugye egy beosztással járó feladatokat, vagy pedig van lehetőség arra, hogy ilyen magas szakmai szintű munkát az erdőben elvégezhessél, akkor melyik az, amelyiket, ha van lehetőséged? Mind a kettő fontos. Egyrészt a gyakorlati munka, ami az erdőket fenntartatóvá teszi, az erdők kezelését fenntartatóvá teszi, ugyanakkor azokat a feltételeket, keretfeltételeket a minisztériumban, illetve olyan területeken kell kialakítani, ahol lehetővé válnak ezek a gyakorlati munkák, és megfelelő keretek között végezhetők. Hát jobb időzítést el sem lehetett volna képzelni. Hát holnap az erdészverseny, holnap után vándorgyűlés, és eljönnek a német kollégák is, és együtt tudunk örülni egymásnak ennek a 150 évnek, és egy kicsit szakmázni, barátkozni. Ez zseniális volt az időpont. Ez egy jó, tényleg jó időzítés. Fontos nem csak a szakmai munka, hanem egyfajta civil-társadalmi kapcsolatépítés is. A Türingiai Erdészeti Egyesület vezetőségébe szintén beletartozik András Népágán, tehát egyrészt nem csak egy szakmai kapcsolat, hanem egy erdész-társadalmi kapcsolatot is építünk ilyenkor. Ez fontos, mert a tapasztalatszerzésnek ez különösen használ. Több dolgot ilyenkor meg lehet beszélni, ki lehet tárgyalni, és különböző tapasztalatokat ki lehet cserélni. Én annak örülnék, hogyha az örök erdő gazdálkodás azokon a területeken, azokban az erdőkben, ahol ennek szerepe lehet, ott nagyobb mértékben lenne jelen, mint manapság. Ez fontos a társadalom szempontjából, a természetvédelme szempontjából, az erdők fenntartható kezelése szempontjából, tehát én azt gondolom, hogy mindannyiunk számára fontos, és én annak örülök, hogy az erdőgazdálkodás sokszínűsége ezáltal sokkal nagyobb lesz. Ez a fajta munka színesíti a hazai erdészeti gyakorlatot, ezáltal akár a magánerdőgazdálkodásban is keletkezhetnek olyan elképzelések, hogy másként gazdálkodjanak a jövőben, mint ahogy eddig tették, ami szintén akár tulajdonosi érdek is lehet, hiszen a közelgő klímaváltozás miatt át kell gondolni, hogy milyen lehetőségek állnak rendelkezésre. És nagyon sok területen az örök erdő gazdálkodás bevezetése egy nagyobb biztonságot eredményezhet, egy kockázat csökkentést, egy rizikó megelőzést, tehát ez fontosnak tekinthető. Látjuk a folyamatot, tudunk valamit tenni azért? Ez egy folyamatos gondolkodást igényel, és gondolom én a jövőben egyre jobb modellek fognak születni, egyre pontosabb modellek fognak születni. Fontos, jelenleg én azt gondolom, hogy fontos az, hogy egy komoly monitoring tevékenység legyen ennek érdekében. Elemzésekre van szükség, és arra van szükség, hogy felkészüljünk a lehetséges megoldásokra. Tehát ez, én úgy gondolom, hogy több módon lehetséges. Részben az örök erdő gazdálkodás egyfajta választási lehetőség, részben gondolni kell arra, hogy a származások, a fafajaink származása jövőben hogy kell, hogy alakuljon, hogy jobban megfeleljenek ezeknek a változó klimatikus feltételeknek. Tehát több megoldás van a tarsolyban, mindegyiket ott kell tartani, és úgy gondolom, hogy ezekkel a lehetőségekkel a jövőre megfelelő válaszokat lehet majd adni.